A diákok rengeteg kérdéssel bombázták a focistát, aki által sarat. Kiderült, már 5 évesen focizott, így 17 éve kergeti a bőrt. Orosz Pisti invitált meg ide az iskolába, ő volt nagyon sokáig az edzőm itt Karcagon, hát szinte végig, amíg itt futballoztam. Egészen 5 éves korom óta itt kezdtem ugye a labdarúgást, és 15 éves koromig egészen itt cseperedtem, úgyhogy nagyon sok emlék fűződik ide nekem Karcaghoz. A Györfi István általános iskolában egykoron ő is úszott, de mégis inkább apja példáját követve a labdarúgást választotta. Ugye végigjártam a korosztályos ranglétrát, utána pedig a második csapathoz kerültem, ami akkor MB3-os volt. Ott egy szezont lehúztam, majd már elkezdtem a felkészülést az első csapattal, a Lokival, de még nem tudtam megragadni, kölcsönkerültem először MB2-be, ott egy 2 évet először Balmazővárosban, majd Cigándon játszottam, és utána pedig most nyáron kerültem vissza, és ekkor már a keret tagja lehettem az első csapatnál. Az is kiderült, hogy első edzője, a Refi testnevelője Orosz István volt. Kevin a napokban Budapesten átvehette a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó gáláján az év felfedezettje címet. Nyilván ez az első szezonom volt az NB1-be, hál' Istennek jól sikerült. Úgy gondolom, hogy ennek is volt köszönhető, hogy engem szavaztak meg az év felfedezettjének. És az, hogy pedig behívtak a válogatottba, és be tudtam mutatkozni, ez pedig egy óriási élmény nekem, és ez úgy gondolom, hogy feltette az íre a pontot a szezonom végén. A fiatal focista az idei szezonban 27 bajnoki találkozó lépett pályára, és 3 gólt is szerzett csapatának. Tehetsége révén a magyar válogatottba is beválogatták.